fekete, arany, piros színek és csillogás minden mennyiségben. Persze, hogy ismét egy ünnepi témáról lesz szó, de a smink után most jöjjön az ünnepi köröm. Tündi már most felkereste az ötszörös magyar körömépítő bajnokot Bánnikit, hogy ünnepivé varázsolja körmét, és hogy mitől lesz ünnepi egy köröm. Szerintem ilyenkor nagyon nagy dominációt kap a piros és a különböző csillámos színeknek a használata, például a barna színek, fekete, ezeket nagyon-nagyon szeretik így ünnepekkor a vendégek viselni. És ezeket természetesen ugye a különböző díszítő elemekkel még kicsit fölturbozzuk, és akkor egy ilyen gyönyörű csillámos hatást fogunk kapni, és szerintem ettől lesz még extrább ünnepibb egy köröm. Nézzük lépésről lépésre, hogyan készül egy ilyen, már alakjában sem hétköznapi köröm. Első lépésként, hogy megépítsem az alapot, ezt az úgynevezett Iron Gélt fogom rátenni Tündinek a körmére. Nagyon-nagyon szeretem, mert annyira jó a textúrája ennek az anyagnak, hogy akár kezdő körmösök is könnyedén tudnak vele dolgozni, mert se nem túl híg, se nem nagyon sűrű az anyag, nagyon jól terül, ugyanakkor ott maradt pontosan a helyén, és nagyon jól lehet vele dolgozni. Az anyagok UV-fényre kötnek meg. Niki azt mondja, kezdőknél előfordul, hogy megfeledkeznek erről, és felkapcsolt lámpa mellett gyakorolgatnak a saját körmükön, amíg be nem köt az anyag a tégelybe. Ami hamar megtörténik, nézzék! Tündi beteszi a gélt, és két perc után átlátszó szilárd körmöt vesz ki. Jöhet a következő fázis. Ez a körömágy hosszabbító anyag. Optikailag meghosszabbítjuk a körömágyat. A körömágy hosszabbítás nem csak az ünnepi körmöt teszi szebbé. Azoknak is szép, szabályos körmöt varázsolhatnak így, akik például csutakra rágták a körmüket, de most persze nem erről van szó. Az ünnep színeiből a vörös és a hófehér kerülnek fel sorra Tündi körmére. A forma igazítása jön, végül a dísz tökéletesítése. Mindössze 2 óra, és az önök keze is ilyen ünnepi ékszert tölthet. Kellenél ünnepélyesebb külső? Végül, de nem utolsó sorban, Bánniki az eddigi 5 magyar kupa mellé idén ősszel megszerezte az európai bajnoki és az olimpia bajnoki címet. De jövőre is van célja. Most még idén lesz egy magyar bajnokság, ahol szintén ez egy ilyen kvalifikációs verseny, szintén ugye az építőversenyszámban fogok indulni. Itt külön van porcelán és zselés kategória, és mindkettővel az első versenyző fog kijutni Düsseldorfba a világbajnokságra. Tehát már csak ez a cél, hogy még ezt megnyerni. Sok sikert, Niki! Köszönöm szépen!